február végén kitört a háború, akkor teljes pánik alakult ki, mindenki rohant a pályaudvarokra, a keleti pályaudvar, a nyugati pályaudvar, köztük mi is, így önkéntesek, és próbáltunk mindig mindenkinek segíteni, de hát azért az nem volt könnyű, hogy gyerekkel jött, nagymamával jött, közben papírokat intézzen, közben jegyet vegye meg, hol szálljon meg, egyetlen teljes káosz volt eleinte. Úgy volt, hogy amikor ugye elkezdtük csinálni, akkor egyre többen jöttek ki a keletibe, és kérdezték, hogy mit segíthetnek. És akkor ilyen szájhagyomány útján mindenki mondta a másiknak, és akkor ennek kapcsán Katona Flóra nevű hölgy létrehozott egy fiatal egyetemista lány, hozta létre magát az oldalt, Gyereksarok keleti címmel, és ide csatlakoztak be az önkéntesek. Közel 4000 tagja van ennek az oldalnak most is. És aztán láttuk, hogy egyre több mindenre van igény, például fürdés, mert van, akik ugye már 8 napja meneteltek, vagy tisztába tenni a gyereket, így úgy. És akkor van egy ismerősünk, akit mondják, hogy Ungi Marian, és ő kitalálta, hogy úristen, hát itt nincs konténer, ide kéne valami fürdetős, szoptatós lehetőség, és akkor ő intézett konténereket. Igen. És akkor aztán ennél annyira nagy lett, hogy meg ketté váltunk. És akkor így kezdtük el mi is a kis sarkunkat, mivel nagyon sok gyerek jött, hogy először ott az okmányirodából kihoztunk ilyen kis székeket oda a folyósóra, a keleti pályaudvarnál. Leraktunk, hoztunk otthonról papírt, hoztunk ceruzát, hoztunk, hogy valamit tudjunk a gyerekekkel foglalkozni, amíg a szülők, nagyszülők intézik a dolgokat. És akkor ez egyre nagyobb tömeget vonzott, egyre többen jöttek, mindenki adományozni szeretett volna, úgyhogy egy elég hosszú folyosó lett ebből. És akkor március 15-i hétvégén döntött úgy a kormány, hogy akkor ezt az egészet behozza a Bokcsarnokba, és amikor ide bejöttünk, akkor kellett úgymond nevet adni a gyereknek, alapítvány alá becsatlakozni, úgyhogy mi így kerültünk be, például a Családbarát alapítvány alá. A felszerelést használjuk, ugye főleg a kivélnekek ellátásához, ezek honnan vannak, ezek felajánlásokból? Igen. Igen, tehát ezek felajánlásból vannak, ez abszolút egy indulókészlet felajánlásból van. Nyilván, hogy most már egy bizonyos eszközkészletet pótolnak hivatalosan, tehát ceruzát, tisztítószert, ilyesmi, de az, hogy itt játékok vannak, és amit lehet látni, vagy járókák, vagy bármi, ezeket mind az emberek így önként felajánlották és idehozták, és hát mai napig azért van, hogyha bizonyos dolgot célirányosan keresünk és szeretnénk, akkor azért meghallgatásra találunk, és azért hoznak ide eszközöket. Én azt látom, hogy kis számú az, aki itt telepszik le, az is inkább a haza közelsége miatt, hogy majd akkor könnyebben tud hazamenni. Ha van már előzmény, tehát esetlegesen a családfenntartó a háború idején nem tért vissza, tehát már itt dolgozik a családfenntartó, akkor van, látnak arra lehetőséget, hogy maradjanak. Többnyire tovább utazók, tehát valahol valamilyen hozzátartozó él, valamelyik környező vagy távolabbi országban, és inkább tovább mennek. Ugye itt többnyire anyák a gyerekeikkel, tehát férfiak nélkül érkeznek, és sokszor kisgyerekekkel, tehát most is ugye a csarnokban ott van az a csecsemő, tehát nagyon nehéz lenne ennek az anyukának rögtön munkát vállalni, és a gyereket valahova elhelyezni. Van olyan is az önkéntesek között, aki elfárad ebben pszichoszomatikusan és mentálisan, mert ez nagyon megterhelő. Tehát az ember, aki gyereket nevel otthon, vagy felnevel gyereket, az tudja, hogy ő milyen szociális körülményeket teremt meg a gyerekének ahhoz, hogy jó legyen. Nagyon nehéz azt elfogadni és jó szívvel elengedni egy kisgyereket a semmibe, a konkrét semmibe, úgy, hogy neki egy darab saját tulajdona nincsen, tehát egy játéka sincs. Ugye nekünk itt van mindig ilyen kis úti dolgunk, de ez nagyon nehéz, és egy idő után az ember úgy érzi, hogy hát most ez ilyen nagy szó, hogy reménytelen, de a sokadik gyerek után, a századik gyerek után az ember úgy érzi, hogy nem, nyilván, hogy segít, de hogy nem tud többet tenni, tehát hogy idáig tart a kompetenciája, és nem tudja tovább kísérni, és nem tud meggyőződni arról, hogy valóban jó lesz neki.
ennek a traumáknak a feldolgozásában sokkal nagyobb szerepet kéne kapni a szakembereknek, mert hogy ezt a gyerek egy életen át fogja hurcolni, és felnőtt korában egy krízis helyzetben úgy előmászik belőle, hogy nem is tudja, hogy ez benne volt ez a szorongás egész életének. Ugyanis hát ugye most egy bizonytalanságérzést él meg. Tehát amit mondtam is, hogy a gyerekek, ha játszanak, soha nem játszanak felhőtlenül, mindig kontrollálják, hogy a szülő látótávolságban van-e. Ez ugye általában ilyen 3-4 éves korig van életkorilag, de sokkal nagyobb gyerekeknél is működik, mert hogy elvesztették a biztonságérzetüket, egyszerre szűnt meg minden. És emiatt az önkénteseknek is egy idő után elfárad a lelkük. Thank you.